Kedves gyerekek, a mai mesekönyvtárban a Csimota kiadó engedélyével mesélem el nektek egyik papírszínházos meséjüket, melynek címe a Holleanyó, a Grimm fivérek egyik klasszikus meséjét. Élt egyszer egy özvegyasszony, volt két lánya. Szelíd és szorgalmas az egyik, csúnya és lusta a másik. Az anyja az édeslányát szerette jobban, pedig az naphosszat a hintaszékben lustálkodott. A szorgalmas mostoha gyermekét meg folyton csak dolgoztatta. A szorgalmas lány egyszer a kutnál font. Ujjai között csak úgy pörgött az orsó, tekeredett a szál. Olyan gyorsan forgatta, hogy a fonal az ujjába vágott, a véres orsó pedig kiesett a kezéből, egyenesen a kútba. Nagyon megijedt, nem tudta, mit csináljon. Szaladt a mostohához, elpanaszolta baját, de hiába. Ő nem sajnálta meg. Orsó nélkül a szemem elé nem mer kerülni, ha beleejtetted a kútba, vedd is ki belőle. Mit volt, mit tennie, belenézett a kútba. Ahogy előrehajolt, mélyen a vízbe meglátta az eget tükrözni. Csupán egy kék folt volt, nagy sötétségben. Felmászott a kút peremére, sóhaja úgy szúkott, mint a szél. Egy pillanatig tétovázott, majd beleugrott a tátongó űrbe. Hatalmas virágos réten tért magához. Egy darabig csak feküdt a pipacsok meg a búzavirágok között, aztán felállt, megjazgatta a ruháját és körülnézett. Egy árva lelket se látott, nem tudta, mit évő legyen. A mező közepén mégsem maradhatott, úgyhogy elindult, amerre a szeme látott. Ahogy ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencét vett észre, rögtön megérezte a finom kenyér illatát. Amikor odaért, hallotta, hogy a kenyerek úgy sivalkodnak, minthogyha kis csecsemők lennének. Azt kiabálták, segítsen rajtuk, vegye ki őket, mert már kisültek, és félnek, hogy összeégnek. A lány nyomban fölkapta a kenyérlapátot, mint kiszedte a friss kerek cipókat, és ment tovább. Nem sokára meglátott egy fát, amely roskadásig tele volt szép nagy almákkal. Csak úgy recsegtek, ropogtak az ágai a sok gyümölcstől. A falra arra kérte, segítsen nekik, mert almái mind megértek, s mindjárt leszakadnak az ágai. A lány megrázta a fát, zuhogtak az almák a fűben. Egyetlen egyet hagyott csupán fent a madaraknak. Hamarosan egy házikóhoz érkezett. Először megörült, de amikor kinyílt az ajtó, egy hatalmas fogú öreganyó lépett ki rajta, a lány bizony nagyon megijedt. Ám az öregasszony nem bántotta. Kedvesen rámosolygott. Szervusz, mondta, én Holleanyó vagyok. Látom, jó szívű, szorgalmas leány vagy. Felfogadlak, legyél a szolgálom. Nem lesz nehéz dolgod, csak amikor az ágyamat veted, jó rász fel a párnát meg a paplant, hadd kavarogjanak benne a tollak, mert olyankor a fenti világban hull a hó. Úgy is lett. Szorgalmasan dolgozott, ragyogó rend volt a házban, a paplanokat és a párnákat mind felrázta. A tollak csak úgy susogtak. A lány olyankor elképzelte a hóesést. Ahogy teltek, múltak a hetek, egyre többször szomorkodott. Viszont kívánkozott a fenti világban. Azon gondolkodott, vajon mit csinálhatnak a mostoha testvére, meg az édesany, mostoha anyja. Annyira vágyott haza, hogy az étel se ízlett már neki. Egyszer nem bírta tovább, elmondta Holleanyónak, hogy mi bántja. Holleanyó így válaszolt. Jóra való teremtés vagy, haza kívánkozol a bőségből az ínségbe. Szépen szorgalmasan dolgoztál, ezért én magam kísérlek el az úton. Azzal kézen fogta, kivezett a mezőre, mentek egy nagy kapuhoz. Holleanyó kinyitotta. Menj, édes lányom, ez már a fenti világba vezet, mondta. Amint átlépsz rajta, megkapod magad szorgalmas munkádért a jutalmadat. Így is történt. Amikor a lány átlépett a kapun, az égből aranyhópelykek hullottak ruhájára. Rá is ragadtak, mindene csillogott. Még a régi orsóját is arannyá változtatta Holleanyó. Amikor hazaért, a kakas már messziről meglátta, felfújta magát, kukorékolni kezdett.
Kukuríkú, mi történt? Aranylányunk hazatért. Elmesélte, hogy merre járt. A mostoha testvérének és az anyjának. Nagyon megtetszett az arannyal díszített ruha, irigyelték is tőle a nagy gazdagságát. Nyomban gondolkodni kezdtek, hogyan szerezhetnének ők is ilyet. Egyszer aztán az anyuk nem bírta tovább, kiküldte a lustalányát a kúthoz, fonjon ő is. De az nem tudott olyan gyorsan fonni, hogy az ujját megvágja a szál. Úgyhogy végül belemarkolt a rózsabokorba, jó összekente orsóját vérrel, bedobta a kútba, aztán maga is utána ugrott. Egy réten találta magát, és elindult. A kemencéhez érve hallotta, hogy sivalkodnak a kenyerek, de bizony nem vette ki. Még mit nem, toppantott dühösen, hogy hamuvá összepiszkoljam magam? Nem sokára az almafához érkezett. A fa neki is könyörgött, de hiába. Ő nem ment oda, nem rázta meg. Jaj, nem szeretném, hogy a fejemre essenek az almák, nyafogta. Amikor Holle anyó házához jutott, elmondta, hogy szolgálatába szeretne állni. Holle anyó felfogadta, elmagyarázta neki, hogy a párnát meg a paplant jól rázza fel. Az első nap még igyekezett, de a másodikon bizony már megunta a munkát, hamarosan Holle anyónál is ugyanazt csinálta, mint otthon. A hintaszékben lustálkodott. Holle anyónak elege lett abból, hogy sosincs rend, sosincs tisztaság, sosincs hűvösre rázva párnája meg a paplana. Na te lány, lejárt a szolgálatod, ideje hazamenned. Azzal kivitt a mezőre a kapuhoz. A lány már előre örült a sok aranynak. Ki is nyílt a kapu, de ahogy kilépett rajta, hát bizony nem aranyhó hullott az égből, hanem sűrű szurok eső, csupa fekete lett a haja meg a ruhája. Ráadásul szurkosan kapta vissza az orsóját is. Szomorúan ment haza kakas, már messziről meglátta, elkukorékolta magát. Kukurikú, mi történt? Szurok lányunk hazatért. Rajta is maradt a lustalányon a szurok, amíg élt.